Elégedettek-e ezzel a dologgal, az elszámoltatással? Az elszámoltatással kapcsolatban én ennek a hatását sokkal fontosabbnak tartom a most hatalmon lévő fideszesekre. Az elszámoltatás fontos, hogy elcsípjük a Gyurcsányékat, a Hagyót, a nem tudom kicsodát, de még fontosabb az üzenete a most funkcióban lévő polgármestereknek, államtitkároknak, alpolgármestereknek, fideszes potentátoknak, hogy nincs nyunkálás. Mert nem lesztek kihúzva a szarból pártalapon. És aki lop, az le lesz csukva. Tehát a mieinknek szól az elszámoltatás, nem annyira visszafelé, és sokkal nagyobb a hatása. Most Pokorni Zoltánnak vagy elment a hangja, vagy meghatódott a saját bátorságától, úgyhogy ezt most nem egészen tudom arccal. Igen, hát nem tudom, hogy emlékeztek-e, amikor Páfi Istvánnak volt egy furcsa közjáték a parlamentben, és bizonyos képviselők így csináltak utána, hogy... Tehát valószínűleg valami olyan tudatmódosítás hatása alatt volt, amit én nem is tudok feltételezni egy ilyen komoly politikusról. Egyébként a dolog azért érdekes, és egyszerűen viccből azt mondtam, hogy mert Zuglóban éltem nagyon sokáig, hogy Zuglót meg kell menteni, ezért papcsák, akár polgármesternek, akár képviselőnek, én elindulok ellene. Nem tartottak rá igényt, pedig hát nyilván darabokra vertem volna ezt a jóképű polgármester. Imádom papcsákot, de hát Tálait is imádom, mindenkit imádom, Budai Gyula a főkedvencem, Zsiga Marcell. Szóval, ha most el tudom kezdeni, hogy papcsák nézi ezt a műsort, és hallottam, mit mondott Pokorni, akkor szerintem a feleségem megbeszélte, hogy akkor most emigrálni kellene, anya. Ugye ez a jeges félelem lett a fideszes potentátokból urrá? Nyilván, hát magának közvetlen tapasztalatai vannak. Közvetlen a maga nagy barátja, Medgyes Tamás. Jelenleg ugye kiadta az országgyűlés a mentelmi jogát, tehát egy ilyen biztosítási ügy kapcsán majd elő lesz állítva, de itt másra hívnám fel a figyelmet. Na, előállítva nem egy-egy lesz. Egy-egy embereket... Előállítva nem lesz. Jó, akkor az ügy bíróság majd... elé. Jó, rendben van. Na most azért ne ragadjunk le annál, hogy egy-egy embert kiragadunk. Itt egy olyan általános dologra hívnám fel a figyelmet, hogy a politikusok egymás között megmondják, és esetleg egy-egy bűnbakot kiválasztanak, hogy ők milyen jó fejek, és természetesen majd a lopást üldözni fogják. Én azt szeretném látni, amikor a kormányon és a nem kormányon levő párttagok, kormány tisztviselők azt mondják, hogy jó, legyen egy elszámoltatás, és bizony mindenkinek nézzük meg, hogy milyen vagyona lett, egyáltalán hogyan jutott hozzá. Na most ezt nem nagyon hallom, és azt kell mondani az én saját gyakorlatomból, hogy bár Esztergomban is történtek visszaélések, érdekes módon egyetlen egy olyan följelentés, amit az egyik vagy a másik oldal tett volna egymás ellen, valahogy nem jutott el abba a szakaszba, hogy számonkérés is legyen. Amikor a Zsiga Marcell vagyonosodásáról volt szó, ugye egy rohadt nagy házat épített, emlékszel, Rubovszky György, az országgyűlési érdekes bizottság elnöke azonnal szavaztatott, mert másnap jött volna az LMP feloszlatása miatt hiány volt a képviselőkben. Fölgyorsultak az események. És akkor kérdezték a Rubovszky urat, hogy ő KDNP-s egyébként. Hogy, hát de miért nem lehetett? Miért döntött így? Csak. Zsiga Marcell megúszta. Ez egy jó érvelés. Nem biztos, hogy megúszta, még egyébként, megúszta. Egyébként látszik, hogy tehát, amiről az előbb beszéltem, tehát, hogy a Pokornival valami történt, amikor erről beszélt, tehát nem tudjuk megmagyarázni ezt a tudatállapotot, ami bekerült, hiszen a nagy koalíció az már nagyon régóta létezik. Tehát a nagy koalíció, ami garantálja az, hogy a képviselőknek a, mondjuk a díjazása ne legyen átlátható, az, hogy ne lehessen a pártkasszákba belátni, az, hogy az ÁSZ ne tudja ellenőrizni azt, hogy ki milyen forrásból hogyan tudta a kampányt lebonyolítani. Tehát ez a nagy koalíció szerintem fenn fog állni, tehát nem is értem szegény Pokorni Zoltánt, aki ugye Hoffmann Rózsával szokott Don Quixote-i magasságú harcokat vívni, hogy miért ment bele egy ilyen gödörbe. Egyébként a dolog pártfüggetlen, mert emlékszik a sminkszobában meséltem magának, hogy vagy nem is tudom, hogy ez hogy került szóba, hogy engem annak idején pénzt küldött nekem egy magasan rangú szocialista politikus, hogy másnap ne kérdezzek rá kínos dolgokra, elmentem Hór Gyulához panaszra, és utána ezt a politikus nevezte ki miniszternek. És akkor mondtam a Kósárnénak, hogy Magda, hát ez egy takony senkiházi. És azt mondta, de Henrik maga ilyen nagy, hát ilyenekre van szüksége a Gyulának. Vesztegetési kísérletnek voltál alanya? Igen.
És el tudtad hárítani. Hát nem volt nehéz, mert a kezemben nyomott borítékot így visszatoltam. Kevés csak volt. Nem néztem meg. Kevés volt. Na, én egy mondatot, hogy... Közgazdász. Én azt gondolom, korábban is elmondtam sokszor, az állami pénz, az puha pénz, nagy a kísértés. Mindenhol nagy a kísértés, és nagyon tanulják meg az emberek, fiatalok, idősebbek, közepes korúak, hogy... Tehát, hogy mi az ellenszer? Mert ugye ellenszerek azért vannak. De ebben a dologban azt látom, hogy tulajdonképpen bevallásra került az is, hogy itt korábban sok ember kihúzásra került abból a bizonyos kakiból. És most nem lesz. Tehát ugye, ha egyszer bevalljuk, az egy szép dolog, de tulajdonképpen nyilvánvalóan válik sajnos a közvélemény számára, hogy az állami pénzekhez sok helyen hozzáférnek, nagy adagban, és a felelősség na jó, de hát akkor most visszajutottunk a pártfinanszírozáshoz. Mert az a figura, most lehet ez polgármester, vagy bármilyen tisztségviselő, aki állami pénzhez jut, az áttalicskázta a párt kasszába mondjuk a kampányhoz szükséges pénz egy részét. Utána ezt az embert már milyen erkölcsi alapon lehetne számon kérni, ha egyszer már lopott nekünk? Világos, nem? Világos, a cél megtestesíti az eszközt, megszentesíti. Egy mondatot hogy mondjam. Igen. Szóval Pokorni Zoltán hangja tényleg elment ebben a bejátszásban, lehetett hallani, és annak szokott így elmenni a hangja, aki izgul, tehát valami miatt izgulni kellett. És szokatlan valóban ez az őszinte feltárulkozás. Ahogy István mondta, az őszinte feltáruló beismerő vallomás az sokszor enyhítő körülmény, de nem a bűnt menti, ugye? Egyszer s mint, másszor s mint, még azt szeretném hozzátenni, hogy ő azért a 12. kerületben helyén van. Tehát szereti a közösség. Én családom, az én családom arra lakik, tehát tudom, hogy polgármesterként ő nem olyan, mint sok más, és valóban szakmai vitákat is képes megvívni. Tehát ő azok közé, a kormánypártiak közé tartozik, aki picit kilóg a sorból. Hát azért azt ne felejtsük, én is a 12. kerületben laktam 20 évig, nemrég költöztünk el onnan. Hát volt ott lent az az emlékmű, azzal a turul, azzal a rohadt nagy karddal. Mit mondott akkor Pokorni? Jogerősítélet, ide bíróság, oda nem mondjuk le, kihúzzuk. És aztán egy törvénymódosítással legalizálták azt a számomra esztétikailag nem megfelelő valamit. Aztán jött a helyi őrség és megvédte. Jó, itt ugye azért arra is rá kell mutatni, hogy a mai politikában résztvevő embereknek mintha kettő személyiségük lenne. Az egyik az az ember, aki tényleg hát a mindennapokban él, vannak barátai, családja, valószínű más arcot mutat, és van, amikor a párt, mint párt katona kívánt tőle valamit. Ezt én saját magam, a saját bőrömön tapasztalom, hogy úgy különben a mi képviselőink lehet, hogy mint emberek nem lennének annyira durvák, de amikor beülnek a szavazógépbe, akkor onnantól kezdve minden emberi és erkölcsi norma felülíródik. Abszolút rossznak tartom, tehát én azt szeretném, hogyha olyan képviselők és emberek ülnének a döntéshozói székben, akik emberi minőséget, erkölcsi tartást is tudnának mutatni. Hát az függetlennek kellene lenni anyagilag és erkölcsileg is. Na de hol vannak ezek a magyar képviselők a függetlenségtől, meg az erkölcsiségtől? Utoljára a kisgazdapárt volt független. Még keressük őket. Még keressük. Na, nézzük a második filmet.